A társulás két intézményt tart fenn, az Abonyi Humán Szolgáltató Központot és a Ceglédi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központot. Ezekre a feladatokra a központi költségvetésből igényelt és átutalt állami támogatás 400 millió forint volt 2017-ben. Ceglét 67 millió forinttal, Abony pedig 38 millió forinttal egészítette ki az egyik, illetve másik intézmény költségvetését.